Nem kell nézni azzal, hogy az iskola rendszertől a közlekedési rendszerünkig mindent egy kicsit újra kéne gondolni, és ettől mindenki egy kicsit jobban érezni magát. Ahogy azok a, maradjunk a példánál, azok a világvárosok, eh, ahol a belvárosból kitiltották a személygépkocsikat, azok azóta sokkal vonzóbbak, kellemesebbek, élhetőbbek, és senki nem... Járt rosszul attól, hogy a gépkocsiját le kell tenni a város határába. És azok az országok, ahol gyors vasutak kötik össze a városokat, semmit nem kerültek hátrányos gazdasági helyzetbe, annak dacára, hogy nem kamion áradatok döngetnek az autópályáikon. Tehát ahol kipróbálják, ott látványosan beigazolódik ezeknek a zöldesméknek, habókos zöldesméknek az igazsága és az előnye. De hát éppen ezért hatalmas erők mozdulnak meg, annak érdekében, hogy ezek ne jussanak szóhoz.